Ezek a rendőrségi felvételek még október elején Várdom településén készültek. Akkor Tolna megye balesetek szempontjából kockázatosnak tűnő útvonalai közül a 6-os és az 56-os főúton szerveztek fokozott ellenőrzést a rendőrök. A felvételen látható autós a megengedett 50 km/órás sebesség helyett 121 km/órával közlekedett. A sofőr 200 ezer forintos bírságot és 8 közlekedési büntetőpontot kapott. Az ünnepi hétvégén ismét a megye több pontján jelentek meg a rendőrség munkatársai. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője szerint erre azért van szükség, mert számos olyan baleset történik, amely a gyorshajtásra vezethető vissza. Valamint több olyan halálos kimenetelű baleset is történt már Tolna megyében, amelyekben a biztonsági öv használatának elmulasztása közrejátszott a haláleset bekövetkeztében. A hosszú hétvége során összesen 150 esetben történt szabálysértés az utakon. A legkirívóbb szabályszegő ismét egy olyan járművezető volt, aki Várdomban közlekedett, az 50 km/órás sebesség helyett 115 km/órával. A kollégáim a férfit megállították, vele szemben alkalmaztak 130 ezer forintos közigazgatási bírságot, és 6 közlekedési büntető előéleti pontot is kapott. A szóvivő azt mondja, a hétvége során további 40 olyan járművezető, illetve utas volt, akik a biztonsági övüket nem használták, és közel 60 olyan sofőr, aki a megengedett sebességnél gyorsabban vezetett. Itt van az ősz, és az időjárási körülmények megváltoztak, korábban sötétedik, illetve a reggeli órákban is később kell fel a nap. A megváltozott időjárási és látási körülményeknek megfelelő közlekedésre, a sebességhatárok betartására és fokozott óvatosságra figyelmezteti a járművezetőket a rendőrség.